Megnyitották a Spindo Hungária Miskolci üzemét. Olyan, az autógyártásban kulcsfontosságú présszer számokat gyártanak majd, amelyek a hiányzó láncszemet jelentik az autóiparban. A gyár augusztus végén kapta meg a működési engedélyét. A beruházás csaknem 6 milliárd forintból valósult meg. 140 embert alkalmaznak az üzemben, a projekthez a kormány 2,5 milliárd forintos visszanemtérítendő támogatást biztosított.